A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön, államalapító szent királyunk ünnepén, az ünnepi díszközgyűlésen átadták azokat az elismeréseket, amelyeket kiérdemeltek az elmúlt esztendőben, illetve az elmúlt évtizedekben azok, akik nagyon sokat tettek azért, hogy Székesfehérvár királyi város lehessen, ha úgy tetszik. Vendégem pedig Andrzej Straszewski, tisztelettel köszöntöm, aki Pro Civitate díjat vehetett át, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat volt elnöke, Klub Polónia elnöke. Örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, Andrzej, arról kéne beszélgetnünk, hogy honnét van az indítatás. Hiszen a lengyel-magyar két jó barát, ezt ismerjük, ezt a mondást ezer éve, viszont az, hogy itt Székesfehérváron meghonosítottátok társaiddal együtt a Lengyel-Magyar Baráti Társaságot, a Nemzetiségi Önkormányzatot, a Klub Polónia rendezvényeit, azt valahogy el kellett kezdeni. Hogy kezdődött? Az majd régi esemény volt. 1988 évben ez a városban élt Władysław Cichalev, Cichalevski Władysław, aki Opolejban családja is élt. És amikor én érkeztem ide Magyarországra, akkor ő kezdeményezte, hogy legyen is élő lengyelek között valami csoportja, hogy tudjuk valamit csinálni ez a érdekében, hogy mivel ismerjük, hogy milyen szoros kapcsolatok voltak magyarok és lengyelek középkorban, és főleg ez a városnak, mert itt koronázták királyok, akkor kellene itt valamit csinálni ez a érdekében, hogy ez a gyönyörű időszakról szóló híreket vagy információt fiataloknak is tudjuk átadni valahol. És ő kezdeményezte ez a létrehozás ez a szervezetnek. Először azért Klub Polonia, mert mi gyakorlatban magyarországi BEM József Lengyel Kulturális Egyesület Fejér megyei tagozata vagyunk kezdet óta személyiség, jogi személyiség nélküli, de 30, most 34 év alatt dolgozunk és próbáljuk valamit csinálni, hogy ez a értékek, aki itt ez a városban vannak, akkor lengyelek is tudást szerezhessnek erről. És a Nemzetiségi Önkormányzat hogy kapcsolódott ehhez a munkához, hiszen nyilvánvaló, hogy azért ez szintén nem különben fontos. Amikor 1993, akkor született ez a törvény, ez a nemzetiségi törvény, nálunk 1998 mi, mind ott Klub Polonia tagok, láttuk, hogy milyen új lehetőségek vannak, hogy nem csak Klub Polonia is, nem csak itt ilyen civil szervezetként dolgozunk, csak ha kiválasztjuk Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot, akkor nagyobb lehetőségek lesznek, hogy ugyanez a célok, amit mi tűztünk ki, tudjuk együttesen csinálni, tovább is fejleszteni. És ezt sikerült is. Mi mindig, amit eddig volt, mondtam először 1998 évben választottunk ez a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, és folyamatosan mai napig ez működik, és együttműködünk természetesen nagyon szorosan egymással. Andrzej, ez nagyon fontos kérdés, innét folytatjuk természetesen, hogy miként kerültél közel a magyarsághoz, hiszen nyilvánvaló, hogy Lengyelországban nagyon sokan élnek, és azért
és hála Istennek a magyar-lengyel baráti kapcsolatok a csúcsponton voltak mindig is világéletünkben, tehát én úgy emlékszem rá, hogy mindig volt a környezetünkben itt Fehérváron is egy jó barát, magyar-lengyel jó barát, de te magad hogyan kerültél közel ehhez? Ó, erről is nagyon sokáig tudtam volna beszélni. Nyugodtan. De ez 1970-es és 80 évek során nagyon sok ember lengyel elutazott Magyarországra, és magyarok Lengyelországban, mert annak ez a rendszerben, aki akkor annak idején volt, azt volt lehetőségek, hogy ez a KDM, hogy ez a csak a szocialista országok között tudtuk menni. És én személyesen, amikor egyszer, mivel volt ilyen kapcsolatok, vagy ilyen törekvés mindig, hogy lehet közlekedni, lehet külföldre menni, ide például Magyarországon, akkor én, mind a diák első év befejezése után négy emberrel megérkeztünk ide, és egész hónap itt autostoppal mentünk ide-oda, és természetesen Pécsen találkoztunk, ott is voltak egy négy hölgy, természetesen zene volt, magyar zene, nagyon vidám volt, és megismerkedtünk. Következő évben mi meghívtunk ez a magyar hölgyek Lengyelországba, és bemutattunk neki egész Lengyelországban, tengertől Zakopanéig, és így született ez a én életem, és végül ide kerültem. De pedig, amit mondtam már, hát a 70 és 80. évek során nagyon sok ilyen ember, mint én, ide került Magyarországra. És azért mai napig ez a hogy hívják ez az időszak, hogy ez a szívek emigrációja volt, és így alakultak ilyen kapcsolatok. Sajnos ezek emberek, aki 70-es és 80 évek során megérkeztek ide, akkor volt sok energiát ezek emberekben. Sajnos most nyugdíjasok vannak, és reméljük, hogy meg második hullám, ha lesz ilyen kapcsolatoknak, akkor lesznek is fiatalok köztünk. Mikor született meg a döntés benned, hogy először is, hogy megtanulsz magyarul, másrészt pedig, hogy felvállalod azt, hogy Magyarországon fogsz élni életvitelszerűen? Hát ott voltak ilyen, mivel feleségevel is kis gyerekek volt, akkor felesége inkább döntötte erről, hogy ide akar gyerekekkel élni, és akkor én ide érkeztem. No, tehát ott tartottunk, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Klub Polónia előbb megalakult. Hogy terveztétek meg azokat a programokat, amelyek megerősítik a magyar-lengyel barátságot, hiszen rengeteg olyan programot szerveztek, ami napjainkig is tart, de melyek voltak a kezdeti lépések? Ez a kezdő lépés, az nagyon furcsa fog hangzani, amit most szeretnék most megmondani, hogy ez volt, hogy várostől, Székesfehér várostől megkaptunk egy székhelyet, ott Tolnai utca 14 szám alatt, mai napig. És fantasztikus dolog, mert ez a hely lett ilyen itt élő lengyelek és lengyel magyarok számára is, ami szimpátia van ez a Lengyelország iránt, találkozó hely. És ez mai napig működik. Szóval 34 év óta úgy működik, hogy ez a székhelyen, hivatalosan természetesen az önkormányzat, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat székhelye, de ott találkoznak, és nem csak önkormányzati képviselők, nem csak önkormányzat tagjai, de Polonia, itt élő Polonia társasághoz tartozó emberek, magyarok is, ha Opoléből például érkezik egy delegáció vagy másik magánemberek is, akkor megtalálják bennünket mindig ott, és azt tudjuk tartani, szívesen fogadjuk ott mindenkit,
és beszéljük, jó hangulát is próbáljuk megteremteni, mert ez nagyon-nagyon segít ez a kapcsolatnak. És egy másik dolog azt, amit szerintem kiemelnem kellene, hogy azt, hogy mi ott vagyunk, és kaptam, megmondtam, hogy kaptunk várostól ez a székhelyünk, de szorosan együttműködtünk, ha Opole és Fehérvár kapcsolatokról van szó, önkormányzat, fehérvári önkormányzat, nem csak polgármesterekkel, mert úgy lehet mondani, hogy hosszú idő alatt, polgármesterekkel, álpolgármesterekkel, és fehérvári hivatal, városi hivatal munkatársaival is, ezek emberek, Halász Etelkával például, aki régóta foglalkozik külföldi kapcsolatokkal, és ugyanaz a helyzet Lengyelországban van. Nem mondtam, hogy napi kapcsolatban vagyunk, de nagyon gyorsan beszéljük egymással. De számomra egyébként legfontosabb és legfantasztikus dolog az volt, hogy sikerült nekünk azt elérni, hogy ilyen emberek, mint külügyekkel foglalkozó városi hivatal munkatársai tudtak személyesen találkozni, megismerkedni, és láttam, hogy baráti viszonyokban állnak. Ez nagyon-nagyon segíti ilyen típusú nemzetközi kapcsolatban, ha vannak emberek, akik nem csak e-mailben vagy telefonon keresztül tudják kapcsolat fölvenni, csak őszinten, szépen beszélni tudják mai minden napi ügyekről. Ez fantasztikus dolog számomra. Ez óriási kihívás volt, hogy az Opolet Székesfehérvár testvérvárosi kapcsolat, amikor megszületett, hogy ez megerősítessék. És ebben nagyon nagy fontos szerepetek volt. Egyébként ez a gondolat honnét érkezett? Hiszen a testvérvárosi kapcsolat az számtalan van Székesfehérvárnak, de számunkra már csak a magyar-lengyel barátság okán is az Opole különösen fontos. Az fontos, mert már említettem, ez a Klub Polonia egyik alapítója volt, ez a Csihalevszki Władysław, aki Opolei családjával is rendelkezett, mert már sajnos nem él köztünk. De mivel láttam én, hogy milyen városba kerültünk, akkor is láttam, hogy itt Opolei kapcsolatok is voltak. Nem akarok, én ismerem ez a történelem, mindig lengyel történelem, magyar történelem, most is kicsit ismerem. És amikor ide érkeztem, akkor láttam, hogy régenben is voltak Opolék és Fehérváriak között kapcsolatok. Például megmondom, Várkocs György, itt van. Igen. Ő családja ott az Alsó Szilézia területéről, nem messze Opoletől származik. Volt ilyen Géza, második Géza, most király. Igen. Itt mindenki beszél, hogy 1800 év ezelőtt itt volt ez az aranybulla, elfogadták. Ez a király, királlyal együtt Szent Földre, azok voltak ilyen keresztes háborúk ott. Egyik háborúban, aki ez a magyar király is részt vett, oda ment Kazimierz nevű herceg, aki Opole környékében élt. És amikor oda mentek, ott harcoltak, nem volt nagyon pozitív, nem volt sikeres ez a utazás, de ha vissza kellett volna menni, akkor már nem tengeren keresztül, mert nem volt pénz, hogy megvásárolják meg valami hajó, amit vissza fogják szállítani őket ide, csak földön keresztül mentek, ott is például Bulgária területen voltak, amikor ott született ez a Bulgária állam. És ott ez az első cárral is találkozták, és ez a cár, ha tudta, hogy itt van ez a második András király, akkor ajánlatta neki ez a Viola nevű lányát, hogy feleségül kellene venni.
De ez a király pedig ezt mondta, hogy ezt keresztény vágyog, az nem nagyon megy, nem fog menni. És akkor ez a bolgár cár megmondta, akkor adom ez a Kazimiernek, ez a viola. És hát tényleg vele ez a Kazimier herceggel oda mentek, akkor Opole város létrehozták, ő ketten. És ez is valami kötődés, van rengeteg ilyen vannak. Igen, hát nem beszélve Rákócziról, Bem Józsefről és így tovább. No, viszont a kihívásig teszik teljessé, tehát ezt a kapcsolatot meg kellett őrizni nyilván. És nyilván az önkormányzati kapcsolatok fontosak, de a kulturális kapcsolatok megerősítése az nagyon jó. És itt jön szóba a Vörösmarty Társaság, hiszen Bobori Zoltánék és nagyon sok mindenki tett azért, hogy Janusz Vojcsik, és nem sorolom, sok mindenki kint Opoléban, és itt Székesfehérváron is találkozhassa. Ez is nem csak középkori, csak mostani ez a helyzet, hogy ilyen kapcsolatok alakultak, mivel itt van ez a, említette, hogy van itt ez a Bobori Zoltán Vörösmarty Társaság, nagy érdeme van abban, hogy itt Fehérváron ez a Katinyi kereszt áll. Az fantasztikus dolog volt, és azért született ez az ötlet, hogy ilyen legyen, most erről nem akarok belemenni, mert kellene sokáig beszélni erről. Hogy voltak ilyen magyar-lengyel barátság napjaik, március 23-án minden, és ez a keretein belül született ilyen ötlet, hogy ez a kereten belül, és utána ezt követte ez a költők találkozó, amit mindig Bobori Zoltán oda ment Lengyelországban, mindig, de gyakran, és ott született ez a döntés, mivel magyarok és lengyelek beszélgettek egymással, milyen sorsunk volt régebben, milyen problémák voltak, ilyen viták voltak, akkor született ez az ötlet, és Bobori Zoltán megmondta, hogy megcsináljuk valami, hogy ez a szörnyűségi esemény, ami Meszerlás, ami Katinban történt, így is Fehérváron fogjunk valami emlékeztetni. És ez sikerült. És utána természetesen, ha lengyelek Opolében látták, hogy itt ilyen kereszt felállt, akkor ott is jeleztek, hogy nekünk is kellene ott Opolében kell, hogy legyen ilyen típusú magyar műemlék. És akkor született 2016 évben ez az ötlet, és felállították ott ez a kopjafát, ami 1956 magyar forradalom hőseikről szól. És ott áll Opole belvárosban, központban ez a kopjafa. Most, amikor volt itt a lengyel delegáció, megmondták, hogy felújították kicsit, mert kellene valami festeni újra ezt, és ezt is megtettek. Tehát azt tudjuk, hogy a székesfehérvári szervezet működik. Mi a helyzet a magyarországi szervezetekkel? Van kapcsolat a Klub Polónián belül? Vannak kapcsolatok természetesen. Egész itt élő lengyelség keretében legnagyobb probléma az, hogy legalább én úgy látom, hogy öregszünk. Ezek emberek, akik eddig aktívak voltak, nagyon már idős emberek is, ezzel mindig problémák, természetes idős embereknél mindig problémák vannak, egészségi problémák, családi problémák, ehhez ott, és nem tudják olyan aktívan ez a lengyelségi munkában részt venni, amit mondjuk 20-30 év ezelőtt volt. Sajnos, ez így van. Értem. Viszont működik a Székesfehérvár, és ez a legjobb. Milyen gondolatokkal fogadtad az elismerést? Hiszen én azt gondolom, hogy ha valaki, te már otthon vagy Székesfehérváron, nagyon sokat tettél azért, hogy mi is így gondoljuk, és én azt hiszem, hogy igazi székesfehérvári vagy, és egy ilyen elismerés megerősítést hoz? Az biztos, hogy megerősítés, de ezt meg mindig is mindenkinek, akivel erről beszéljük, megmondom, hogy ezt én nem csak úgy értem és tartom, hogy nem csak én kaptam ez az elismerés. Mert én, amit itt csinálok, nem egyedül vagyok.
velünk itt van körülbelül biztos 10 ember, akik már említettem, hogy folyamatosan találkoznak, beszéljük minden, mit kellene tenni, mit nem kellene tenni. Szóval vitatkozunk, és csináljunk közösen valami. És ez az elismerésnek, aki persze örömmel fogadtam, egy része, már említettem, önkormányzati képviselőknek vannak, polgármesternek, ebben hivatalok munkatársainak, és természetesen ez a lengyelségi, fehérvári lengyelségi aktivisták is benne vannak. És jó helye lesz, azt gondolom, az opolai emlékére mellett. Hát, amit Opolében vehettél át. Igen, igen, ott is, persze én is ott Opolében kaptam ilyen hasonló elismerést, és Opole Vajdaságból is, és Opole Vajdaságból például Tóth Erika Alcsut Dobosi polgármesterasszony annak idején itt volt, Fejér megyei közgyűlésben, és nagyon aktívan annak idején építette ő is ez a opolei fehérvár kapcsolatok. Szóval én ilyen emberek, háló Istennek, ilyen emberek köré kerültem, és ez sikerült valamit megcsinálni, ami pozitív is hasznos. Most én minden székesfehérvári nevében köszönöm szépen azt a munkát, amellyel megteremtetted a lehetőséget, hogy a magyar-lengyel barátságot tovább vigyük. Jó egészséget kívánok, és még egyszer gratulálok mindannyiunknak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Andrzej Straszewski volt, aki nemzeti ünnepünkön átvette a Város Pro Civitate díját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.